Csabi, figyelsz rám egy picit? A négy lengés csillapítóban volt összesen... Ennyi olaj. Ami egybe belefért. Ami egybe belefért. Hát szerinted működött? Hát nem tudtam, hogy jól. Na sziasztok, csoporttagok! Ez egy éjszakai bejelentkezés, szinte real-time-ban. Megjött a Rükvec Racing Team harmadik tagja, Béla. Itt van velünk Németországban. Köszönjé, Béla. Sziasztok! Most már megismerhetitek majd őt is. És Béla megjött egy autóval. Érdekes módon egy Mekatekkelő is. Igen. Aminek mi nagyon örülünk, főleg Csaba. Így van. Viszont ez a régi Mekatek, tehát az első szériás. Nem tudom, tehát ilyen 14-15. Tehát az első szériás abszolút, úgy látszik, hogy megmásolja is, hogy mennyi különbség van köztem, hogy meglátjátok. Ami a, mire jössz be a darúgókat onnan? Ami a legnagyobb különbség ugye, az maga az almáz. Hogy ugye ezekre nincsen, tehát nem tudsz állítani súlyokat, meg ugye még rábel volt gravírozva ugye a Mekatek, meg szerintem vastagabb is, tehát szerintem erősebb anyagból is van ez még. Na mondj valamit az állapotáról a kocsinak, mert a jókedv alapja az az. Az biztos, ott ijetek. Ezen röhögünk, ja. Igen. Igen, ti röhögtök én. Várj, kezdjük azzal, hogy hány óra van. Ti röhögtök én, meg sírok rajta. Tehát 0 óra 50 van. Igen. Igen, mesélj. Hát botrányos. Tehát a kormány összekötők meg vannak szorulva azért, mert nem a furatba lett átrakva, ugye a csavar, amikor próbálta állítani a széttartást, ugye itt is van, és hogyha belenéztek, akkor ott is van több furat, és ugye nem ott rakták át a csavart, hanem megpróbálták erőből összehúzni, jobban széttartson az eleje, viszont átszakították a gömbfejeket, úgyhogy megszorult. Ugye ez benne van itt, összehúzták, átszakította a falat és rászorult. Ugye ezért szorultak meg. Akkor mi volt? Reggelig fogod sorolni szerintem. Igen. A lengécsillapító ugye az megint csak, ugye a négyben volt annyi, hogy egybe is kevés lett volna, mit mutatott a Béla. Akkor ugye nem tudom milyen diffi volt benne, vagy nem tudom, hogy összeszort minden olajjal. Milyen diffi volt benne? Ja. Béla? R5-ös diffi volt benne. Körbe szort minden olajjal. Akkor a hátsó, ez a stabilizátor, hátul. Ugye ennek is a tartója, az kiszakadt a menet, vagy mi volt vele? Igen. Az kiszakadt a menet kiszakadt. Igen, abba lett volna egy menet, tehát ugye ez az eredeti. Ebből meg kiszakadt a menet. És figyelj, most meg lett furva ez is akkor, vagy jobbra? Nem. Az nem csak ez? Nem, itt a menetet próbáltuk javítani. Uh-huh. Csak egy számban nagyobb. Hogy visszabírjuk rakni, mert jó. Ugye... Na jó, van, elengedlek titeket. Lényeg az, hogy péntek éjjel egy óra van. És holnap autózni. Holnap szeretnénk fél kilenckor kint lenni a pályán, és egész nap autózni, mert jó idő lesz. Ez szerintem felejtős. Hát vagy az alvás felejtős, nem? Jó. Végül is. Béla, mit mondasz? Odaérünk. A Béla az bírja, nem is. Királynak is 24 órája van. Ja, az így van. Igen. Úgyhogy ez a hétvége, ez egy ilyen hétvége lesz. Jelentkezünk majd többször így a csoportban. Itt van az én autóm, ott van a Csabáé, az hála Istennek, ezek már készen vannak, csak nekem kell még a kasznikat befejeznem, kivágni az ablakot. Kérhetek? Például. Bármit kérhetek. Bármit. Féktisztító? Persze. Itt van a Béla kasznia, azt is még ki kell vágnom az ablakokat. Na, szóval jelentkezünk még holnap. Jó éjszakát mindenkinek, sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt! Mi a helyzet?
Próbálok első féket csinálni a videóra, videóra, autóra, de nem találom, hogy hol kell mixelni. Sikerült ezt rakni a kocsit? Szó-szó. Kormány meg gázfék van. Na hát ez a lényeg. Fék meg minek? Hol van Csaba? Szerintem még zuhi. Igen? Hát nagy csend volt van. Akkor a másikkal még volt jó? Mert ahhoz én nem bűntem. De vagy most rossz főszívó van. Ráraptam is. Egy mokkal se tud. Béla, ne beszélj csúnyán. Béla, hajolj be középre. Béla, hajolj már be középre. Sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Hát, kicsit elhúztuk az időt. 10 óra van. Körülbelül 20 percig indultunk otthonról. Hát, mi az? És Csaba, mesélj nekünk arról, hogy miért? Hát azért, mert a Béla kocsiját csináltuk reggel 4:30. És mikor keltem? 6-kor. Úgyhogy bocsánat, hogy kicsit olyan a szemem, mint egy vérző mocskái, vagy nem tudom. Ja, nem sokat aludtam, vagy aludtunk, jobban mondva. De nagyjából készen lettünk. Azért volt kilódás a kocsival. Béla, mi a véleményed? Szóval sem tudok jutni. Béla először a pályán. Igen. Hol próbálja a féket kanyarba, láttad? Transponder van benne. Transponder van benne? Van. Mert megnézzük az idejét. Az enyém van benne, a régi. Még gumit melegít, olyan ízom. Lejét az elejárt, a cikázat. A fénytől így töltem. Na, lejét. Lekoppan. Lekoppan az eleje. Igen, most itt álltam. Mondtam, hogy rakja följebb. Béla ismerkedik a pályába. Igen. Óha! Na igen, ezt mondtam, hogy megkereste az ugratókat, igen. Meg a füvet. Visszament, jó. Mindjárt bátor lesz itt a parabolikába. Még nem megengedik. Nem tudom, milyen gumban van neki fönt. Nem csak egy gumit, nem tudom, mi van neki fönt. Amivel ment a ringen, vagy nem tudom, milyen gumi van neki rajta. Majd most bátor lesz, figyeld. Most mindjárt húz egy nagy gázt. Nem megy. Nem megy neki az az ívbe, igen. Hát szerintem nem, igen. Ha? Lehet, hogy jól lett volna a körbesétán. Igen. Mert ugye nekem is ez volt a fura, hogy az elején az ott egy egyenesnek látszik. Itt amíg... te van? Itt te van? Jajjajjajjajj. A hűtnek? Igen. És ugye ott húz gázt, ahol... Na, adjál neki. Nem. Ezt meg kell tanulni. Én is így mentem az elején, nem? Jó, ott ugrattam. Hoppá, aha, ezt szoktam én is. Hoppá.
még egy kört nézünk. Bejön az óra fékezésé, láttad? Aha. Igen, megmutatja az öreg, hogy kell. Nagyon durva a kis öreg. Ja, és meg is setup volt a Béla, nem? Szerintem nem. A ringes beállítás van, nem? Sejtettem. Béla, milyen a pálya így elsőre? A pálya jó. Hát az autó az kíván némi beállítást. Jó, hát. Így elsőre. Meg hát kell rá gumi. Tehát gumi nélkül nem lehet autózni. Na, Csaba közben visszarakta az autót. Aztán mi is készülünk, aztán megyünk a pályára. Oldalra nem tettem rá. Föntre se. Föntre se? Nem. Sehol nem. Se elől, se hátul. Hallod? Béla, te sosem lesz ilyen bátor, hogy a Csabi. Nem, sasszeg nélkül. Rárattasz meg. Na most teszek sasszeget. Ó. Jó.
Motort meg majd akkor állítom, hogyha mész. A feltöltött aksit vettem, és itt töltöm a másikat, jó? Köszönöm. Na, lejöttem az első tank után a pályáról. Néhány szó fejreálltam. A kasztit már fölrajzoltam a tetejét. És innen meg elhagytunk egy csavart. Mi az, aki rájtett beszám? Hát én is az autóm. Ja. A mechánikerem meg most fogja pótolni. Gyűjtöttem ilyen zöld növényeket is. Mindenhol látszik az autóm. Szép nagy a fű a pályán, meg szép sárga virágok vannak. Na, az autóban egy Samba 8-as lemez kipufogó van. És most a Csaba le fogja cserélni egy titán kipufogóra. Hoppá. És elmondott, hogy mi a különbség a lemez és a titán között? Igen, a használatban. A súlya. És... a hőleadása. Uh-huh. Tehát nem melegszik annyira a titán, mint ez a lemez. Arról kell az egyik is, ez csak ső, mind a kettőt arról eszélyük, nem? Szép úgy. Tehát a forma teljesen ugyanaz, csak az anyagban más. Ugye így adják, adnak hozzá mindent, de ezek most nem kell, mert ugye ugyanaz, tehát a könnyék az nem titán. Uh-huh. És most ha megfogod ezt, fogd meg a másikat, hogy érezze meg, hogy a különbség van. Aha, fele akkora a súlya, vagy még, még annyi sem. Leszedjük erre a gumit. Uh-huh. Nem mondjuk ki azt. Kötit fájt. A teflont, amit nézni fog kell. Ez röviden. Aha. Ugye? A lemezre majdnem hozzáér. Igen. Ez mindig röviden. Erre ezt nem vettem észre. Csak most a te kocsinál tényleg, nem tudom mi. Ilyen kicsit türelemjáték.
ugye a rugókat illeszti vissza Csaba, csak nem találom a kamerával. Bocsánat. Nem, olyan eldugott helyen van, hogy kellett látni. Igen, ugye most viszont az lesz majd a baj, nincs helyben benne a súlyok. És most ilyen, most nagyon könnyű. Ja, most extra könnyű az autó. Most extra igen. Könnyű lett a kocsit, igen. Igen. Nem baj. Na, ez ennyi is volt, ugye? Ez kész is volt. Igen. Közben megmutatom, hogy milyen időket mentem eddig. Hatalmasat javultál. Igen. Úgyhogy van jó kocsit hozzá. Igen. Lesz az még jobb is, mert ugye a kocsit nem volt 100%-os most. Igen. Most nem volt ugye jó elvileg a karburátor, amit most kicseréltünk, illetve... Illetve a diffi nagyon laza volt, és úgy mentem itt néhány 18-3-as kör. Az volt az elején, ez a 18-2 volt itt a legjobb, meg volt itt pár 18-as még. Aztán Csaba zárt a diffin egyet, ugye három állítási lehetősége van, meg berakta a középsőre, és akkor utána éreztem, hogy jobb az autó, itt már volt 17-es is, 18-18-18, és akkor itt beszaladt egy 17-5 is. És ugye itt is voltak még jó körök. Oké. Úgyhogy most zártunk még egyet a diffin, most a hármas állításban meglátjuk, hogy milyen lesz. Szerintem azt hiszem kell, hogy állítás túl szoknak. De most azon is állítottunk, tehát még jobban zártunk, lett egy titán kipufogó, meg lett egy új karburátor, úgyhogy most elég sok mindent változtattunk. De ha vezethetetlen lesz a kocsi, akkor majd a diffin fogunk nyitni egy kicsit vissza. Tehát ez a három állítási lehetősége van, és most ugye itt látszik, hogy a hármason már. Csaba szerint sok lesz, na majd meglátjuk. Hát az sokkal szebb volt. Most szépen felgumiztam a tetejét. Ezt sem én festettem. Muss man dein Motor ausbauen, wegschmeißt. Ja, heute aber machen wir. Nee, das stimmt was nicht. Der gibt hier 5 Meter Gas und dann bleibt die Drehzahl stehen. Ja. Und anderen ihre Motoren, die ja. Zwischen oben raus. Ich habe auch das ist aber nicht normal. Schabatte! Na, szóval így néz ki a viharvet kaszném, mivel jó sokszor voltam tetőn. Így néz ki egy napos autózás után.
Na, és megnézzük, 330 kört mentem ma. 17.5 volt a legjobb időm, 330 kört, 80 kilométer. Itt az alátéted, amit elhagytál. És itt a vége, oda néz, ezt néz Béla. Egyformák a csíkok. Jaj, jaj. Itt már egyedül voltam a pályán. Tök jó. És én mennyit mentem? Megnézzük, mennyit ment a Béla. Ez a videó megy a Facebookra, Béla, csak hogy tudja. Jó. Te vagy a Hírs Csaba most, mert ugye a Csabának a jelenlője. Transponderével, a jeladójával megy. Azt mondja... Nem, hát te is 320 kört mentél kereken annyit, mint én. Nem, én kevesebbet, mert Csabi is ment vele. Ja, itt ment a Csaba, ott látszik a végén. Hát 15-9-et tud az autó. Hallod, a Dirk az ment 610 km, 610 kört összesen. Ma? Ja. Az kemény. Akkor... Hallod? Akkor még 300... 320 kör ebben a gumiban. Uh-huh. És még lazán van benne. Uh-huh. Simán. Az enyém hogy néz ki? Az enyém is jól néz ki még. És én már ezzel a múltkor mentem 60 kör, tehát ebben már 380 kör van. Még az is jó. Még ott is van minta. Na, viszont a motorom az nem szuperált valami jól, mert magas fordulatnál így elfogyott az ereje az egyenesben. Úgyhogy a Csaba azt mondta, hogy őt ez nem hagyja nyugodni, és ma este épít nekem egy új motort. Mert ugye kicseréltük a kipufogót, kicseréltük a karburátort, de nem lett jobb egyáltalán. Még a diffit is visszaraktuk a régit. Mondjuk annak nincs sok köze hozzá, de azt én akartam kipróbálni még egyszer. Úgyhogy Csaba ma este motort épít. Amíg megkérdezem a... Na, mit csinálunk ma este? Már említettem, hogy... Várjál, odaadom az úrnak. Ja? Mondtam, hogy a motor egy kicsit gyenge volt magas fordulaton. Igen, ez a motor, hát az igazság, meggondoltam, hogy lehet, hogy tudom, mi a baja. Lehet az a baja, hogy ugye nem új dugattyú van benne, és a alapdugattyú. És ugye nem mértem meg, lehet, hogy már nagyon meg van kopva is azért. A gyűrű ugye úgy állt, a hiába ugye attól valamiért nincsen magas. Uh-huh. Hát nincs vége. Halasz volt az egyenesben meg a... Igen. Meg az íven. Húha, ez itt nem néz ki jó. Az nem, és kifúgott se. Miért? Hát el van görbűve. Hova baszottál vele? Na bocsánat. Bocsánat. Nem tudom, de ezt már ezt is meg kell nézni. Ah, ennyi. Ezt kipattam. Mi? Két van a YouTube. Ja. Mi van like? A follow on a... 2400. Ja, aber es ist Ungarn, es ist Modellbau, das ist viel. Ja? Ja. Komm, Taksch, FD ist heute wieder. Azt mondja, hogy ezt mutassam meg a YouTube-on. Most is szállgat. FG? Ja, 2020. 2020-as FG. Gyönyörű szép pink motor. Pink motor, Danum is schnell, oder? Trainingsmotor. Ez egy semmi gondi. Ez egy 2020-as FG. De itt igazából a sebesség az nem az autó miatt van, hanem hogy az úriember már 35 vagy 40 éve modellezik. Ich habe gesagt, du fährst Modellauto schon 35, 40 Jahre? Ah, du hast bei FG gearbeitet? Aha, az FG-nél dolgozott, azt mondja. Und was hast du dort gemacht? Weiterentwicklung, Autos, fejlesztés, alles, ja. Und Leute eingeteilt. Zum Zusammenbauen, Warst du Gruppenleiter, oder? Aha. Tehát csoportvezető volt az autó összeszereléseknél. És az FG-nél dolgozott, ami meg nem szűnt, gondolom. Okay. Na, ma még jelentkezünk a garázsból, ugye Csaba? Igen. Mert lesz még dolgunk otthon is. Még kell motort építeni ma. Legalább. A mert follow a téma? Na, elköszönünk. Sziasztok. Sziasztok. Hát jó reggelt kívánok. Ugye a Csabi motorja nem akart menni, az Istennek sem. Nem akart, ugye nem volt magas fordulat. Ugye ott már mindenki tippelt mindenre, nekem is volt egy tippem, és igazából is igazolódott.
ugye az volt, hogy a Csabdami akar tuning motort. És ugye találtam egy újszerű állapotban lévő kinézetre egy dugót, amit ugye ráépítettem neki. Ja, azt hozzátenném, ugye még mindenki alszik. Én felkeltem 3:30-kor. Azt hiszem éjfél körül feküdtünk le talán. 3:45 van. Én lejöttem, és mondom, megcsinálom a kocsit, mire megyünk ki. Az ékeltem korábban. És úgy tudom, hogy mi a probléma, amit nem néztem meg, pedig meg kellett volna néznem. Hát igen, ez az én hibám volt. Ugye itt a két dugattyú, ez egy új most, ugye, és ez volt benne. És megpróbálom nektek megmutatni, ha sikerül, hogy mi volt a probléma. Nem tudom, mennyire látszik. Elfordítani így. 31.83. Ez volt benne. És ez az új méret. 31.93. Tehát ugye több mint egy tizedes kopása volt ennek, és ez volt a probléma, hogy magas fordulaton elengedte a nyomást. Úgyhogy most ezt félrakom, rakok bele egy alatt újat, igaz, hogy ez tuning, tehát nem baj, most ez lesz neki, mert nincs itthon alap, úgyhogy ezt rakom neki bele. Akkor meglátjuk. Már ott már gondoltak mindenre, tehát ugye kupló, meg mit tudom én, tehát már tényleg minden új karburátort raktunk rá, van a túljat, nagyon sokat kilóttam vele, úgyhogy igazából saját magamat szivattam meg, pedig ugye tudtam, hogy, tehát, hogy ezt meg kellett volna néznem, és nem néztem meg. Úgyhogy ennyi. Ja, és ugye nem beszélve róla, hogy rakok be ki új gyűrűt is, mondjuk ez is el se sokat ment, ezt a, nem tudom mennyit ment, azt a összesen 400-450 kör talán, de nem baj, rakok neki bele, hogyha szét van szedve, akkor már kicserélem azt is. Ennyi egyelőre. Na, és persze kap új tűgörgőt is, ha már ugye szét van szedve, nyilvánvaló. Ugye meg új tömítést, hogy újraépítem a motort most. Na, kész van a kocsi. Azt mondja, hogy mi negyed hét sincs, ugye 7-kor körül szeretnénk elindulni, úgyhogy nagyon még fölmenni lezuhanyozni, inni egy kávét. A motor föl lett újítva teljesen, a túlfiót is átalakítottam, úgy mint az enyém, most úgy van bekötve. Akkor ugye visszahajtottam, hogy lehetett a kipfogót, mert ez talán kicsit elgörbült. Akkor beraktam a tank alá beraktam egy súlyt két oldalra, nem tudom, hogy mutassam, úgy. Majd még előre rakunk be, de azt majd a pályán, először Csabi kipróbálja így, és akkor hogy érezze, hogy mi van, akkor súlyt pakolunk mindenki előre. Meg ami fontos, ami Csabi kért, hogy rakjam vissza a saját diffiét, úgyhogy készen össze van rakva, és gyorsan elpakolok, bepakolok vissza az autóba, és fölmegyek, lezuhanyozok, iszunk egy kávét, aztán megyünk. Jó reggelt mindenkinek, újra kint vagyunk a pályán. Egész éjjel esett az eső, de láthatóan már szárad, itt már száraz a pálya, itt még nedves, ott is hátul. Most még erre várunk, hogy felszáradjon. De már alakul a dolog. Az időjárás az ilyen, hát ilyen borongós. Ott lenne a nap. Na, kijöttünk. Itt vannak a srácok. A Csaba azt mondta nekem, köszönje. Jó reggelt. Azt mondta nekem, hogy nem kelt föl reggel, milyen jót aludt. Nem azt mondtam, hogy nem keltem, most még kialudtam magamat. Kialudtad magad. És majd a pályán be kell fejezni a kocsit, ezt mondtam. Így van. Ami igaz ismerekem, nem volt kész, mondtam. De én ebből arra gondoltam, hogy az enyém sincs kész. Hát az már te bőd, mi gondolsz. Építettem éjjel Csabinak egy új motort. Na hát én azt vettem észre, amikor levettem a kasznit, hogy visszarakta a diffit. Azt pedig én akartam. Úgyhogy azt tűnt fel először, de lett új antenna. Izém. Mi a cső? Cső. Azt elhagytam tegyen. Rendesen megcsináltam, bekötöttem a túlfolyót. Ezeket? Igen. És ugye
A múltkori motorépítésem nagyon jól sikerült, finoman szólva. És rájöttem arra ugye, hogy amit vásároltunk a tuning szethez, hozzáraktunk egy alap dugattyút. Ugye viszont amatőr hiba volt, én nem mértem el rá, és az a dugattyú az egy tizeddel kisebb volt, mint a tuning dugattyú, úgyhogy magas fordulaton elengedte a nyomás, ez nem volt magas fordulat. Reméljük, hogy ez volt, mert ugye kimértem, tehát ez baja volt neki, az biztos. Ugye most új karburátor, ha nem, ugye akkor még a kuplungot, de szerintem most jó lesz. Na és mi van veled? Mesélj a te autódról. Ja, hát ugye nekem tegnap elhagytam megint egy őzét, mert az egyik alsó csavar kiesett. Mi az az őze? Mutasd meg, nézzük meg. Ez a távtartó. Aha. Ez. Igen, olyan kiesett, is. Igen, olyan valahol is, és kiesett az alsó csavar, és elhagytam. És akkor elég hülyén mozgott a kerék, nem? Hát itt, pont itt ugye full gázosnál, csak kifordult a kerék, és belevágott, mint a gumiba. Ugye nem tudtam se fékezni, semmit csinálni. Meg ugye talap ezt is elhagytam. Ja, most ezt mindjárt kicsinálom kékre, hoztam kéket. Ez kinézett ez az alkatrész kocsiból. Igen, ez leesett. Igen. De ennyi volt nekem, úgyhogy most átnézem, mert ugye talap nem néztem át meg. Ugye tényleg, hogy összeraktam, én is foglalkoztam azóta, mert igazából hol ráraktam, azt mentem, nem? Uh-huh. 320 kör. Söngerék, nézd, hogy készülöm. Béla is átnézte az autót. Lett szép új szivacsa a Tamástól. Jó reggel, sziasztok! Ja. Ja, és mindenki várakozik. Itt vannak a súlyok az autómhoz. Összereztük mindet. Ezeket fogom most berakni. Csaba már kettőt berakott, ott a tank alatt. Ott van az egyik, ott pedig a másik. Ezt úgy én így az éjjel, amikor csinálta a motort, akkor beépítette. És akkor itt van a helye. Itt van egy, kettő, és ott van még ez a két. Direkt über Stuttgart und Schwäbische Alb und so weiter. Weil der Ralf, wir stören ja den Ferran und der hat sich ja heute auch draußen gehört. Kommentar, das ist schon mal. Jo, Csabi, mit csinálsz? Kommentar. Kenem a csavar rögzítőt a csavarra. Na. Csabi felrakja a súlyokat. Azért rakta nagyot föl, mert jó néz ki. Hogy hasznos lesz, azt még nem tudjuk. Igen, de rohadt jól néz ki. De nagyon jól néz ki. Szép. Igen, még tiszta. De legalább haszontalan. Igen. Lehet kicsit túlsúlyoztam, hogy... És főraksz még egyet, nem? Persze. Ha már lul... Hát nem szép. Hát dehogy nem, gyönyörű. Őszintén nézzétek meg, nem de, szép. De. Gyönyörű. És van még egy, és igen. Az meg alulra. És megdupláztuk az értékét ezzel. A 24 karátos súlyokra. Hát jó, nehéz. Igen. Na. Hát azért arany, mert nehéz. Azért arany. Az az arany, ami nehéz. Igen. És ami szép. Na, és akkor ezt alulra? Igen. Mert ugye azt mondta, hogy Csaba, hogy ennek három állása van, így van. Így van. Így lehet így toligálni. Igen. De akkor ez ide megy. Jó. Mintha értenék hozzá. Teljesen jócsán. Nem baj, de legalább kipróbálni. Igen. Igen, de ugye én azt hittem úgy próbálni, hogy mész nélkül, és akkor mindig fölraksz egyet valahova. Nem. Nem. Mindjárt. Főrakott. Ilyen durva beállítások. Várjál, ez mennyi? A 120-as a izé, darabja, nem? A hosszú. 100-as. 100-as? Uh-huh. Akkor az 200, ez meg 80. 80. Tehát van rajta akkor most egy 360. 360, igen. Az elején. Igen. Rádobtunk egy 36 deka. Ja. 36 deka maradhat? És milyen jól néz ki. Gyönyörű. Igen, az első rázókőig. És ugye azt akkor még mutassuk, hogy van még ilyen. Igen. De az. Az a hosszú helyett, igen. De ez csak fölülre lehet rakni.
Igen, azt alulra nem tudod. Tehát akkor 40 grammal lenne kevesebb, ha ezeket raknám fel. Így van. Okay. És ugye a tank alatt van még kettő. Igen, azt mutattam a videóban. Jó, te mutattad a videót. Igen, csináltam videót éjjel. Vagy hajnalba. Mindjárt felszállad a pálya is, akkor mehetünk a föl. Szuper. De a telefon nagyon nehéz. Nehéz a videósok élete, látod? Megjelent az első fecske a pályán. De most mindenki ezt nézi, hogy ő mennyire fog csúszni. Béla, mi a véleményed? Lehet menni már? Szerintem lassan igen. Mondtam, hogy tök jó, hogy ő kiment, mert akkor most mindenki őt nézi. Ott egy kicsit tízes az a kanyar. De szerintem lassan. Hát. Mindenki őt nézi. Szerintem lassan el tudunk indulni, úgyhogy... Az ennyivel tényleg fogtok? Ja. Milyen szép hangja van az új motornak. Olyan, mint a tiéd. Itt van ez a kiállatunk a másik motornak, igen? Az elcsúszott. Igen. Ez most nem? Menjünk már. Indulunk. Béla nagyon menni akar. Béla felszállítja nekünk a pályát. Rögj egy kicsit, Béla. Na, bőrök, tessék! Nem nagyon szabad, hogy sokáig zörög, mint az asztalra. Nem, hátul. Vagy a pályán. Hát ez a karosszéria. Kiharapta a nyúl. Igen, egy kicsit viseltes lett szegény. Nem nagyon szerette a... Itt mi történt vele? Az első fejtető. Az mindjárt a második kör, nem? Aha. Az igen.
Azért meg lehet számolni, hány kört mentél. És ugye reggel mondtam, hogy most már értem, hogy hogy bírt ki 400 kört majdnem. Hát fejtő levegőbe ment, nem ja, ért le a kerék. 200-at a tető volt. Jó, a szegény Béla itt izé, ekézzük. Korán reggel. Megbírom, ja, bírja, megbírom, bírja. Megbírom, megbírom. Muszáj neki. Jéger megvolt, nyugtató megvan, ja. Gyógyszer megvan. Ezt is levitte a menetcél, ugye azt írta. Azt le, ki írta? Nem tudom. Nem tudom, valaki írta a Facebookon. Nem is olvastam őket. Majd bekommenteli újra ez a Bélának is levitte. Mit? Ragd már le, mert én menni. Ki a pornára? Na jó, egyetlen le. Figyeld, neki dörött a hasa, mint beholva. Láttad? Ez jelent valamit. Igen, gyenge a karosszéria. Ja, gyenge a karosszéria. Éj, teljezgessél! Hallod, Béla nagyon csúszik. Jó? Főleg hátul. És a pálya is, Béla. Igen. Fáj a bokám, nem tudok futkározni utána, le kell jönnöm. Meg vizes a fű, nem akarunk. Már azt nagyon egyenesen ment. Csúszik, igen. Béla, hallod? Lassan menjél, mondom, mert csúszik. Komolyan. Megint az lesz, mindjárt fölbátorodik. Igen. Aha. Ott van egy sikán amúgy. Nem tudom, látod-e? Elcsúszik, mondom. Vedd el hamarabb, hallod? Vedd el. Egy gondolattal hamarabb vedd el. Na, most jó lesz. Ez az most jó volt? Hát ott hamarabb. Ott tarts bent. Nem annyira. Most jó alul. Bejöttek el, hogy ezeket. Na meg volt az első ugratás. Még a, jönni a tető. Még a fűben nem volt, igen, meg a tető. Hoppá! Nagyon kint van. Bocs. Na, meg volt a fű is, jó? Nagyon kint kezdődik. Nem is adja neki, kilátod? Aha. Most majdnem jó volt. Itt a végén ne engedd ki annyira, belülre menjél. Rosd el! Azaz. Most. Látod? Na és most ki is jött. Most jó volt. Ez szép volt. Nem tudja még bent tartani. Még most úszik is. Azaz. Na, gyök, tökéletes. Nagyon jó volt. Hoppá, egy kis drift. Na még egyszer.
Jó, alakul ez, nem? Jó, jó. Ja, jó lesz, Béla. Na itt vagyunk a második nap végén, vasárnap délután van. Most indulunk haza, összepakoltunk. Béla, hogy érezted magad? Először jó. Voltál itt velünk a pályán. Jó, nagyon jól éreztem. Mi tetszett a legjobban? Arra vagyok kíváncsi. Hát sok minden. Mit emelnél ki, ami... Mondjuk egy gyorsan, hogy a Béla ma is ment 300 kört, mint tegnap is, tehát elég sokat gyakorolt. 630 körül ment, azt hiszem összesen. Igen. És a legjobb idő, az 17 alá nyomta, 16-9 volt a legjobb köre. Igen. Még olyat nem is tettem. Igen. Az átlaga az az a 18 eleje, és 19 között, tehát az az átlag. Az egész jó, tehát tényleg most ugye másfél nap alatt, úgyhogy ugye az autót ugye kellett ráállítani is, meg csinálni kellett rajta, sok mindent ugye. Szerintem ez teljesen jó teljesítmény, gratulálok. Köszönöm szépen. Mi a tapasztalat a pályáról? A pálya az nagyon érdekes, mert egy egyszerű kis pici pályának tűnik, de nem az. Ha fényképen látod. Ránézésre, ugye? Ránézésre egy nagyon egyszerű pályának, egy sima, gyors kis, gyors pálya, mert tényleg nagyon gyors, de az a három kanyar, illetve a sikán, az tud vicces lenni. Mi a nehézsége? Neked mi volt az, amivel nehezen tudtál megbirkózni? Hát melyik az a része a pályának, amit tudnál mondani még, ami mindig megviccelt? A felső nagy kanyar. A parabolika? A parabolika. Uh-huh. Igen, mert ugye azt hozzátenném, hogy az a Csabi is, ahogy már említetted, hogy az föntről, az emelvényről, az első rész egyenesnek tűnik. Egyenesnek és tűnik. Nem az, vagy nem az első, a második része, ugye ez a része a lenti. És az nem egyenes, hanem az egy végig egy íves. És ugye ennyi a pályánál, most te is ugye, amit mondtam neked, hogyha egy kanyart rontasz, akkor utána a másik kettőnek már vége. Tehát ott már nem tudod visszahozni, ugye? Akkor borul a többi. Igen. És ez a nehézsége ennek a kis egyszerű pályának. És a hibázol sokat sétálsz. Hát, igen, vagy aki éppen segítségetek van. Köszönöm szépen. Aki éppen nem autózik. Igen. Igen. Nem is tudom, te menti 300 kör, vagy mennyi 600 kör, te mennyit menti 500 körül? 500 körül. 500 körül. Na, én körülbelül sétáltam egy 25 kilométert. Mi adtunk. Igen, ugye itt hencegtek a fiúk, hogy azért lehet menni, itt vittünk 200, nem tudom, meg 300 kört és szedgumi van. Persze, hogyha ennek a felét ugye a tetőn csúszszák, vagy épp a levegőben vannak. Meg a fű sem koptatja. Az meg különösen nem. Ugye a másik, ugye a rázókövekhez mit szólsz, hogy ugye ott azért, ez nem olyan ugye, mint most a ringet hozom példának, hogy ugye ott egy aszfalt plac van, gumikkal megcsúszol, kerülsz és visszajössz itt. Mit eldob? Büntet. Nem, itt az van, hogyha lemész, akkor eldob, te meg futsz. Ilyen esetben igen, de majd változik. Jó van, Béla, jössz még hozzánk, ugye? Igen. Jó van, jövünk neki. És most Csabitól szeretnék kérdezni. Igen. Neked a mostani, amit építettem, ugye már fogják hallani, hogy építettem éjjel egy motort, és hajnalban. Milyen a új motor? Hát ez gyönyörű a hangja. Nagyon jól megy, nagyon jól lógik. Ez most olyan, mint amit szerettem volna. Tényleg. Ennek örülök. Gyönyörű. Ugye erre nem tudtam rábeszélni, amikor építettem az elsőt, ugye a tuning, teljes tuningra. Nem akartam még. Ugye, hogy a tuning szettet egybe kell használni, nem lehet így összerakni. Mondjuk az igazság, hogy én rontottam el, mert én bele se gondoltam akkor, tudod, hogy ebből baj lehet. Vagy hogy nem lehet, nem baj, bajt nem csináltunk végül is. Csak egy szettet lekukáztunk. Igazából. De igen, tehát ezt így nem lehet. És ugye ezt én viszont tudtam, úgyhogy ez az én szakmai kudarcom, hogy elmondjam, tehát ez egy hatalmas hiba tőlem. Nem baj, de kijavítottad? Majd nappal bejáratok szépen a motoromat, szerintem. Nem is tudtam aludni miatta, azért csináltam meg, mert abszolút nem tudtam, annyira tot cseszett. Én sose csináltam rossz motort, ez az első. Ezt jó, írjátok fel. Ugye most... a Béláit is építettem, bocsánat. Az a motor, az milyen? Az jó. Jó. Hát az visít is mondjuk. Visít. Ja. Az is. Kis abata elég jó működik. Az Csabata. Akkor ez a videó mára ennyi. Befejeztük a hétvégét. Örülünk, hogy itt voltatok velünk, követtetek minket a Facebook csoportban, és itt a YouTube-on is. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok föl, nyomjátok meg a csengőt, és találkozunk a következő videóban. És a műhely ez többet nem lesz sajnos.
ez a műhely, hanem egy új lesz majd a következő videókban. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!